Alföldiné Dobozi Eszter Cegléden született 1956. április 30-án. A JATE BTK magyar történelem szakán végzett. A Kodály iskolában 1981-től dolgozott, majd 1995. augusztusától 24 éven át volt igazgatója az intézménynek. Igazgatói munkássága alatt a Kodály iskola megkapta a Magyar Művészetoktatásért díjat és a Magyar Örökség díjat. Alföldiné Dobozi Eszter vehette át a Kodály módszert hungarikummá avató oklevelet is 2018-ban. Igazgatói munkássága mellett számos díjat és elismerést kapott költőként is. 1982-től a Katona József Társaság tagja, 1989-től a Forrás folyóirat szerkesztője volt. A Magyar Írószövetség elnökségi tagja volt 2013. decemberétől. Versei 1978-tól jelentek meg különböző folyóiratokban. Költőként Pilinszky díjat, Arany János díjat, József Attila díjat kapott, 2018-ban pedig a Magyarország Babérkoszorúja díjat is átvehette. Több önálló verses kötete is megjelent, de írt regényeket, szociográfiákat és számos tanulmányt is jegyzett. 2019. augusztusában ment nyugdíjba a Kodály iskolából, utolsó interjújában alig két hónappal ezelőtt még terveiről beszélt. Most szeretnék kiteljesedni, mint író. Szeretném a pályámat befejezni. Szeretném azt a nagy dobást megcsinálni, amit még nem csináltam meg. Amit még nem írtam meg, azt szeretném megírni. Mégpedig? Hát ez nagyon sok minden. A regénytől kezdve tanulmányokig, versekig sok mindent felsorolhatnék. De nem akarok eléje menni a dolgoknak, mert nem lesz meglepetés. Mm.